A minőségi időt látják, köszöntöm Önöket. Jobb adni, mint kapni, karácsony előtt különösen aktuálissá válik ez a mondás. De mi van akkor, hogyha valaki úgy ad valamit, hogy cserébe nem kap semmit? Az adományozás lélektani hatásáról beszélgetünk Fedor Mariannal, a Semmelweis Egyetem klinikai pszichológia tanszékének pszichológusával. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Milyen hatással van az emberekre az adományozás? Az adományozás és a jótékonyság és minden olyan, amit mások megsegítésére cselekszünk, az jó hatással, pozitív hatással van ránk. Hogyan lehet ezt bizonyítani? Milyen kutatások történtek esetleg arra vonatkozóan, hogy ezt bebizonyítsák? A kutatások különböző oldalról közelítik meg ezt a témát. Az egyik oldal ugye most oly divatos molekuláris oldalról géneket keresnek ennek bizonyítására, ahol azért van olyan eredmény már, amiből az látszik, hogy egy bizonyos gén megjelenése, ez a COMT gén, az tulajdonképpen érzékenyíti az embert, jobban odafordul, jobban empatizál, de ugyanakkor az önmaga kiértékelésénél is több esetleg káros önmaga számára személyisége, pszichéje számára káros cselekedete van, például többet ruminál, tehát rágódik a problémáin. Ez egy nagy áttörés tulajdonképpen, de a kutatások azok nagyon-nagyon régóta foglalkoznak azzal, hogy mi ennek a háttere, mitől függ, személyiségtől, tanulástól, hogy ki ad, ki nem ad, ki fordul, ki nem fordul oda a másikhez, ki veszi észre ezeket a nélkülözéseket. Mi számít egyébként adományozásnak vagy adakozásnak? Van ennek egy ilyen anyagiakban mérhető határa? Tulajdonképpen az teljesen mindegy, hogy pénzt, időt adunk el másoknak, vagy tárgyat adunk. Ugye mi úgy határozzuk meg, hogy ez a viselkedés, mint proszociális segítő viselkedés, ami arról szól, hogy mások megsegítésére, vigasztalással, odafigyeléssel, adakozással, ajándékkal, bármivel, tehát hogy mi mindent egy kalap alá veszünk, hiszen ugyanolyan hasznos mondjuk a véradás, mint adományozás, mint a tartós élelmiszer adása, és akkor azt hiszem, hogy a két végletet soroltam. Hogyan lehet ezeket vagy ezt a szándékot elsajátítani? Ez említette, hogy a génekben is benne lehet, családi mintákban is benne lehet, de például külső hatások mennyire befolyásolják ezt? Ugye a családi mintázatot is kutatásokkal igazolták, hogy azok a családok, azokban a családokban, ahol a gyerekek egyedül nőttek föl, tehát egykéknek hívjuk őket, ők kevésbé voltak adakozóak, adományozóak, mint azok, ahol többet magukkal éltek együtt a gyerekek a családban. Úgyhogy ez is egy bizonyíték a gének mellett. Mellette azért azt látjuk, hogy a családi mintázat, tehát a modellkövetés tanulás elméleti megközelítések alapján szintén elősegíti azt, hogy én érzékeny legyek, észrevegyem a másoknak a hiányát, azt, hogy mások miben szorulnak segítésre, megsegítésre. Tehát ezek szerint ez már nagyjából gyerekkorban eldől? Vannak, akik ilyen adakozó szelleműbbek, és vannak, akik kevésbé? Igen, sőt, még egy kritériumot is sikerült felfedezni. Egészen kora gyermekkorban már a fiúk és lányok között volt különbség empátiás odafordulásban, vigasztalásban, és már azt látták, hogy a lányok sokkal inkább úgymond proszociálisak, tehát segítő viselkedésűek, amiben azért így élettanilag meg is találhatjuk az okát, hiszen a lányoknak majd az anyasság, a családellátás, ugye a ki nem mondott ígéretek, kérések kitalálása, míg a fiúk, férfiak azért másra vannak szocializálva, vagy más a feladatuk egy együttélésben. Mennyire nő meg ünnepek környékén, különösen karácsony környékén az adakozási kedv? Hát nagyon-nagyon. Ugye itt az adakozáshoz még egy picit hozzáfűzném, hogy Magyarországon ugye az önkéntességnek, az adninak sincs olyan nagyon-nagyon régi kultúrája. Tehát ugye nem találtam olyan nagyon régmúltra visszanyúló adatokat erről, tehát ennek a felfutása 2001-ben volt egy ilyen ENSZ
év, amit meghirdettek, és utána 2005-től változott úgy a törvény, hogy ezeket az önkéntes szervezeteket kiemelte, illetve más jogokat kaptak. Úgyhogy azóta már tudom, hogy az önkéntesség, ami azért az adakozáshoz is kapcsolódik, az már elvárás, érettségi előtt, stb. Tehát, hogy nálunk nincs olyan régi története, hagyománya ennek, vagy nem találtam írásos nyomát. Ugyanakkor az ünnepek, a valláshoz való kapcsolatát azért megtalálhatjuk. Tehát, hogy itt a vallási, vallásgyakorló embereknél a tizedodása adakozása a templomnak. Az ünnepek pedig arra szorítanak minket, hogy egy kis önvizsgálatot tanítunk. Én remélem, hogy karácsonykor nagyon sokan egy picit lassítanak, és egy picit önismeretre, akár az éves lelki gyakorlatukról fényderül, hogy akkor mit kell még pótolni. Ami szerintem baj, hogy csak karácsonykor a civil szervezetek is sokkal aktívabbak. Azért most nehéz úgy elmenni a város bármely pontjára. Itt Budapestről tudom biztosan, hogy ne találkoznánk adománygyűjtőkkel. Ez azért, hogy az év többi részében nincs ennyire előtérben, illetve a pénzügyi év végén azért megnő az 1%-ok gyűjtése, ami ugyanolyan adományként fogható föl. Említette, hogy nincsenek túl régóta civilek, akik segítenek, vagy kifejezetten ezzel foglalkozók. Viszont lehet-e ezt társadalmi szinten valamilyen módon népszerűsíteni? Vagy mondhatjuk-e, hogy a mostani generáció már adakozóbb, mint mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt? Az látszik a kutatásokból, például, hogy mikor van kedvünk, mikor nincs kedvünk, hogyha önkéntesség van benne, akkor sokkal inkább adakozóak vagyunk, hogyha úgy érzem, hogy van szabad döntésem, szabad akaratom, akkor nem érzem tolakodónak azt az adományt. Ugye itt mindig az is kérdés, hogy meddig adjunk. Ez emiatt talán érdekes kérdés, hogy a fiatalok-e, vagy az idősebbek. Az idősebbeknek azért sokkal inkább fontos az a megélés, hogy még fontos vagyok, támaszkodnak rám, sokkal több szabad idejük van. Az látszik a kutatásokban, illetve ezekben a kísérletekben, hogy azokban a közösségekben, ahol jó közösség volt a gyermekek körül, ott sokkal adakozóbbak voltak, hiszen ez egy, az adakozás maga egy pozíciót, egy társadalmi elismertséget egész kicsi osztályközösségben is fellelhetően azért nyomon lehet követni. Kiknek adakoznak a legszívesebben a magyar emberek? Vannak erre adatok? Azért nálunk a véradás, mint mozgalom is eléggé jól szervezett, és ezekre a megmozdulásokra, ugye miután vannak ilyen kampányok beteg gyermekeknek, akár egy kupakgyűjtéssel, ami csak gyűjtés, de el kell mennem gyűjtenem, kell oda kell vinnem, tehát azért időt mindenképp adományozok. Karácsony előtt a tartós élelmiszer vásárlás az mindenképp a ruhanemű, úgyhogy azt gondolom, hogy így az ünnep kapcsán nagyon-nagyon sokan megtalálják azt, hogy hova lehet adni. Hogyha valaki nem tudja, hogy hova adjon, akkor hogyan lehet felkeresni azokat, akik leginkább rászorulnak? Érdemes felkeresni önkénteseket, vagy kifejezetten ezzel foglalkozó, nem tudom, cégeket, szervezeteket? Én mindenképp azt gondolom magánemberként is, hogy nagy segítséget nyújt, hogy célba érjen, és ténylegesen oda kerüljön az én általam adományozni kívánt tárgy, akár a munkaerőm, hiszen azért pszichológiából ismerjük a túlsegítést is, tehát hogyha valakinek nincs szüksége, de én úgy gondolom, és az lehet akár egy visszás, és ugye itt az adományozás kapcsán ugye mindig az a kérdés, hogy mit kap az adományozó, és például a hála megjelenése az adományhoz kötődően, ami azt a bizonyos boldogsághormont, oxitocin, endorfin termelést kiváltja, tehát abban nagyon jó, hogyha én tudom, hogy jó helyre került. Ugyanakkor nagyon sokszor előfordul, hogy a közvetlen környezetünkben sokkal adakozóbbak vagyunk, mint amikor már fizikai távolságokat, esetleg fáradtságot kell megtenni. Van ebben egy kis ellentmondás, hogy az ember boldog eteszi azt, hogy adakozik, ugyanakkor azt mondjuk, hogy önzetlenül adunk valakinek valamit. Akkor ezek szerint nem is létezik önzetlen adományozás?
De tulajdonképpen létezik önzetlen adományozás, hiszen hogyha a hormonális hátterét nézzük, a boldogsághormon felszabadulása, a boldogsághormon termelődése, a hírvívő anyagoknak az eljutása a szervezeten belül azért másképp is megéljük ezeket a pozitív hatásokat. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy személyiségfüggő az adakozás, vagy nem személyiségfüggő. Tehát, hogy attól válunk érzékenyebbé mások problémáira, hogy megtapasztaltuk ennek az örömét, vagy eleve van egy érzékenységünk, ami miatt előbb észrevesszük mások hiányát, nehézségét. Úgyhogy maga az adakozás az nem hiszem, hogy a hétköznapi értelemben tudjuk azt mérni, érezni, hogy most szabadult fel valamilyen hormonunk, hanem csak jobbnak érezzük magunkat, ami azért azt gondolom, hogy mindenkinek a törekvése, és mindenki szeret úgy gondolni magára, hogy ő egy jó ember. Mellette azt gondolom, hogy így a világba való hitünk, a rendszer, a család, a társadalomnak a megtartó ereje is egy nagyon fontos kérdés, hogy én ebben részt vegyek, és én hasznos tagja legyek azzal, hogyha van mit, van időm, van feleslegem, van munkám, van tudásom, akkor azt odaadjam annak, akinek ez örömet okoz. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Nézőinknek köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!